Maradunk élelmiszeripari vonalon. Dr. Kocsis Róbert, a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. Ügyvezetője érkezik pillanatokon belül a színpadra, generációkon át, hagyományok és innováció az előadása címe. Kocsis Róbert vagyok, igen, és köszönöm szépen a lehetőséget. Hát egy nagyon-nagyon könnyű helyzetben vagyok, ugyanis hát arról fog beszélni, hogy generációkon át hagyomány és innováció. Itt Mosonmagyaróváron van egy gyöngyszeme ennek a példája, gyakorlatilag ez a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet, melyet 1903-ban Magyar Királyi Tejkísérleti Állomás néven alapítottak, gondoljunk bele, még osztrák-magyar monarchia és 6 fő. 6 fő kezdett el foglalkozni egy olyan különleges dologgal, hogy a tej. Most miért mondom, hogy különleges dolog? Hiszen a tejről mindenki tud mindent, a tej ismert, a tej mindenkinek otthon megvan. Akkor miért kell a tejjel foglalkozni, miért kell kutatni a tejet? Hát most itt állunk 120 évvel később, és azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon kevés az idő arra, hogy gyakorlatilag mindazt a csodálatos életutat bemutassam, ami tényleg azt bizonyítja, hogy hogyan lehet hagyományokon alapozott innovációval gyakorlatilag 21. századi eredményeket elérni. Úgyhogy tényleg most csak ilyen ízelítőként mutatom meg azt, hogy itt Mosonmagyaróváron a Lucsony utcában, a hársfák alatt, a bal oldalon látható képi formában szolgálta gyakorlatilag ezt a különleges élelmiszer tudományi kutatást ez az épületkomplexum. És tényleg azt szeretném külön igazából kiemelni, hogy mit jelent az, hogy hogyan kapcsolódik a hagyomány és az innováció? Tehát a hagyomány alatt, például a tejipar esetében szeretnénk ugyanazt az ízvilágot, ugyanolyan állományú tejtermékeket, ugyanolyan színvilágot viszont látni folyamatosan. Igen ám, csak közben szaporodunk, a populáció nő, az elvárások, az élelmiszerhigiéni elvárások egyre magasabbak. Tehát hogyan tudunk ugyanannyi idő alatt sokkal nagyobb mennyiségben előállítani biztonsággal terméket. Na, és itt kezdődik az innovációs része gyakorlatilag a történetnek, és nagyon-nagyon büszkén mondhatom, hogy az 1903-ban kitűzött céljai az intézetnek mai napig ugyanazok. És akkor tényleg csak ilyen röviden utalva arra, hogy az egyik példa erre a tejhigiénia. A tejhigiénia gyakorlatilag, kevesen tudják, hogy Magyarország élen járt a tejminősítésben, a tejhigiénia fenntartásában, gyakorlatilag a környező országokat messze meghaladva sokkal korábban kezdődött már el annak a folyamata, hogy a termelők kiváló minőségű tejet termeljenek. Egy másik példa, hogy hát a sajtgyártásban óhatatlanul találkozunk mikrobiológiával, hiszen élő kultúra kell hozzá, hogy megalvadjon a tej, vagy enzimeket használunk, és ezeknek a vizsgálata gyakorlatilag rákényszerített, és megint az innováció arra, hogy a mikrobiológiai tudományokban gyakorlatilag még nagyobb területen szerezzünk tapasztalatot, úgyhogy most már itt Mosonmagyaróváron van Magyarország harmadik legnagyobb élelmiszervizsgáló laboratóriuma, és az egyik legkomolyabb mikrobiológiai laboratóriuma. De mondok egy másik példát, a probiotikumokról biztos, hogy hallottak már. Honnan jönnek ezek a dolgok? Magyar innováció ez is, Szakály Sándor professzor volt az, aki 1974-ben írt egy tanulmányt arról, hogy a tej gyakorlatilag egy gyógyélelmiszer, és vannak benne olyan pozitív élettani hatású baktériumok, amelyeket később aztán a szakma probiotikus baktériumoknak nevezett el. Úgyhogy ezt is kevesen tudják, hogy ezek az intézetnek már több mint 20 éve saját probiotikus termékportfóliója van, ami mai napig kapható a gyógyszertárakban, Bonolact márka név alatt. És ez most nem a reklám helye volt, hanem igazából azt akarom kiemelni, hogy abból a szubstanciából, ami egy teljes értékű élelmiszer, a tej, amiről kevesen tudják, hogy például több mint 500 féle bioaktív peptidet tartalmaz. Ez a tej, ez gyakorlatilag 120 év alatt kimeríthetetlen forrása volt annak, hogy a tudományos életben tovább tudjunk foglalkozni vele. És gyakorlatilag tényleg annyira szerteágazó most már az ismeretanyag, hogy
Már külön szakterületek vannak a tejnek a technológiai részével foglalkozva, azzal, hogy iparilag hogyan lehet termékeket előállítani, de a tejjel a tudományos oldalon, tehát mint funkcionális élelmiszer, mint ahogy kevesen tudják, hogy nagyon-nagyon sok élelmiszerben ott van a tejfehérje, vagy a tejzsír, vagy a tejcukor, úgy, hogy a maga az élelmiszer az nem is feltétlen tej alapú, tehát húskészítményekben is sorolhatnám tényleg sokáig. Viszont pont azért, hogy itt a maradék 2 percben valami kézzelfoghatót is mondjak, egy legutolsó büszkeségünk, elmondom, hogy hogyan lehet innovatívan gondolkodni. Abszolút az életből jött a példa, hogy kaptunk egy megkeresést arra vonatkozóan, hogy a föcstejet, remélem mindenki tudja mi az, a föcstejben lévő fehérjéket kellene meghatározni mennyiségileg és minőségileg, úgynevezett fehérje frakcionálás volt a feladat. Hát gondoltuk, hogy mi sem egyszerűbb, mi nem csináljuk, de majd megkérdezzük, hogy az országban vagy a környező országban valaki csinálja-e. Kiderült, hogy senki. Nincs rá módszer. Na, akkor ilyenkor kell nyitottnak lenni arra, hogy akkor mi legyünk az elsők, akik megcsináljuk ezt a módszert. És az elmúlt években kollégáim foglalkoztak vele, hogy nem csak, hogy a módszert dolgozták ki, de menet közben derült ki, hogy ez a módszer adaptálható egy másik korszakunkban nagyon meghatározó jelenségnek a vizsgálatára, ugyanis most téma lett ez az A1-es, A2-es genetikai állományú tej, vagyis hát szarvasmarha, amelyiknek eltérő gyakorlatilag a kazein összetétele, és gyakorlatilag az A1, A2-es most azért vizsgált terület, mert hogy az A2-es típusú genetikai állományú szarvasmarha teje az könnyebben emészthető. Na, de akkor hogyan lehet megállapítani egy tejről, hogy A1-es vagy A2-es kazein tartalmaz? Kiderült utólag, hogy ez a módszer, amit elkezdtünk fejleszteni, erre is tökéletesen alkalmas. Úgyhogy gondoltunk egy nagyot, nézzük meg, hogy szabadalomként beegyezhető-e, megtörtént, tavaly szabadalmi oltalmat is kapott, most pedig már gyakorlatilag szolgáltatásként ezt a módszert a laboratóriumban alkalmazzuk, és gyakorlatilag a piac számára felajánlottuk, hogy ilyen vizsgálatokat, méréseket tudunk végezni. Retteltesen sajnálom, hogy ilyen rövid idő maradt számomra, úgyhogy igazából csak azt szeretném mondani, hogyha valaki többet szeretne megtudni a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézetről, most már a Halászi úton megtalálhatja, ugyanis az elmúlt 120 évben hagyományokon alapuló innovációt végeztünk, mostantól viszont egy innovatív épületben folytatjuk a hagyományok őrzését. Köszönöm szépen!